Sziasztok! Hoztam nektek egy újabb videót, ami karácsonyi tech videó lesz, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! A kérdéseket a tabletemről nézem, tehát kezdjük is el! Az első kérdés az, hogy igazi vagy műfenyő? Hát mióta az összemet tudom, eddig műfenyő volt, de nagyon szeretnék igazit, tehát akkor inkább igazi, de eddig műfenyő volt. Karácsonyi ajándékokat szenteste, vagy 25-én reggel nyitott ki? 24-én szoktunk ajándékozni, de hogyha így elmegyünk másnap vagy harmadnap így rokonokhoz, akkor és ott kapunk, adunk ajándékot, akkor ott, de ha úgy veszük, akkor 24-én. Építettél már mézeskalács házat? Nem. De nagyon szeretem a mézes kalácsot, még azt sem csináltam soha. De ha időm lesz, akkor idén csinálok mézes kalácsot, házat, hát nem tudom. Arra még nem gondolkoztam, de hogyha csinálok, akkor csinálok róla a videót is. Akkor harmadik kérdés, mikor díszített fel a fát? A fát azt 24-én reggel szoktuk. De volt olyan, hogy 23-ig tartott az iskola, és én meg nagyon várom mindig a karácsony, mert minden. 23-án úgy jöttem haza, hogy én feldíszítem a karácsonyot egyedül, persze, hogy nem volt otthon senki. Feldíszítettem minden, anyák meg hazajöttek, és akkor, te mit csinált? Én meg, aztán ott belegondoltam, hogy ezt együtt kellett volna, minden, de olyan karácsonyi hétben voltam, hogy nekem fel kell díszítenem a karácsonyfát, mert én már karácsonyt akarok. Úgyhogy, ja. Következő kérdés. Kedvenc ajándékod, amit gyermekként kaptál? Hát, ha igazán azt veszük, hogy most egy gyerek vagyok. Jó, viszont félretéve. Amit, hát igazából mindig ennek örültem, mindig kedvencem volt, mindig szerettem abban az évben, utána is, de van egy emlékezetes, amit egy kicsit elrontottam. Anyukám a nagynénémmel bezárkozott a szobába, én meg nem tudtam, hogy miért. És hallottam egy macska hangot, és mondom, elkezdtem sírni, hogy én is be akarok menni, izgatott voltam, mi az, meg hogy én is akarom látni, elkezdtem sírni, és akkor utána végén már annyira sírtam, hogy beengedtek, és akkor egy ilyen elektronikus macska volt, hogy a cumisüveget adja akkor a szájához, akkor elkezd nyávogni, meg így mozognak a lábai, és ennek nagyon örültem, de viszont karácsony előtt jóval láttam meg az ajándékomat. Ez nagyon szerettem azt a macskát, máig megvan, és máig működik is. Mondjuk a cumi az már nem tudom, hogy hol van, most a kis húgomnak adtam oda azt a macskát, és ő is nagyon szereti. Úgyhogy igazából ez így az emlékezetes, de mindig nagyon örültem. Következő kérdés. Csináltam már valaha hóembert? Csináltam, nagyon szeretek csinálni, de most is december van és hétre süt most is a nap. Tehát nem valószínű, hogy most idén lesz hó, de nagyon szeretek, és igen, csináltam. Mi a legfontosabb számodra a karácsonyban? Igazából az, hogy a család így összegyűlik, így együtt vagyunk, ajándékozunk, mondjuk az nem annyira fontos, de akkor meg az a meghitt hangulat, hogy végre most azért mindenki együtt van, meg ilyenkor azért mindenkinek van egy kis szabad ideje, hogy a másikkal legyen, így hát nekem az, hogy igazából együtt van a család. Következő kérdés, és mi a legjobb benne? Hát, akár ugyanez, hogy együtt van a család. Következő kérdés, kedvenc karácsonyi film? Kedvenc az úgy. Hát, igazából egy van, ami kiskorom óta, de mostanában nem is néztem, de azt nagyon szerettem kiskoromban. A reszkesetek betörőket, és abból is csak az elsőt. A többi az már annyira nem tetszett. Az elsőt azt nagyon szerettem, de azt nem csak karácsonykor néztem, hanem máskor is, tehát igazából... De azért ez a kedvencem. Következő kérdés.
Mikor kezdesz vásárolni? Vásárolni, azt úgy, én már jóval előbb elkezdem gondolkodni, hogy miket vegyek, kinek, meg így ötletelek, és hogyha előtte, például már novemberben meglátok egy jó ajándékot, akkor azt megveszem. És addig utasom, amíg nem lesz karácsony. De igazából december elején szoktam. Következő kérdés, ajándékoztam már tovább karácsonyi ajándékot? Nem, és nem is szeretem az ilyet, hogyha mondjuk kapsz egy ajándékot, nem veszik is továbbadod, de mondjuk ha kapsz karácsonyi egy ajándékot, és én rászorulóknak odaadod, az persze szép, de én így nem szoktam ajándékot tovább ajándékozni. Abból a célból, hogy mondjuk nem tetszik, hogy ilyenek. Akkor elutazol karácsonykor, vagy otthon maradsz? Szenteste otthon szoktam maradni, úgy általában eddig mindig otthon maradtam, 25-26-án meg így utána való napokba szoktunk így a rokonokhoz látogatni, vagy egy látogatóba menni, és kb. Így szokott nálunk tenni a karácsony, hogy otthon, és utána megmegyünk szeretezét. Tehát akkor ennyi lenne már a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha az a kérdezes videót szeretnétek, és összegyűlik kérdés, amit még nem kaptam, de még hogyha akartok kérdést, akkor ez alá, a videó alá is írhattok nekem kérdéseket, és akkor, hogyha sok gyűlik össze, akkor persze csinálok, hogyha nem sok, vagy egy-kettő, hát akkor valamilyen videóba besűrítem, és válaszolok rá persze mindegyikre. Hogyha nem gyűlik össze, akkor még látotok ilyen teges videókat, valamit, vagy valami hajas, minkes videót. Körmös videót azért nem hozok mostanában, mert igazából műkörmöm van, és hát azt úgy nem, azt úgy akkor nem tudok. De mostanában ezeket a hajas, minkes videókat szeretem csinálni, meg hát most ez a tag videó, lehet még ilyeneket hozok többet. De ha van valami videó ötletetek, amit szeretnétek, hogy megcsináljak, és hogyha megtudom, akkor megcsinálom, és hogyha van ilyen videó ötletetek, akkor azt írjátok lent meg nekem, és akkor úgy van, akkor következőnek az lesz videó. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!